Sziasztok! A mai videóban egy csomó újdonságot fogok nektek mutatni, ugyanis megmutatom, hogy mi van a postaládámban, vagyis hogy milyen termékeket küldtek mostanában cégek kipróbálásra és tesztelésre. Az az igazság, hogy nagyon régen volt ilyen videó, és rengeteg dolog felhalmozódott, tényleg zavarba ejtően sok minden van itt körülöttem, és ezúton is köszönöm a cégeknek a bizalmukat, hogy időről időre elküldik nekem az újdonságaikat, hogy kipróbáljam őket. Viszont az az igazság, hogy ebben a videóban most nem lesz mindenről szó, amit így az elmúlt hetekben kaptam tesztelésre, mert hogy képtelenség lenne mindent bemutatni. Néhány dologról írtam már a blogon bejegyzést, olyanokról is, amiket most mutatni fogok a videóban, illetve olyanokról is, amiket most nem fogtok látni, de beteszem a linkeket a videó alatti leírásba, és akkor meg tudjátok nézni, de akkor nem is húzom tovább a szót, hanem vágjunk bele. Először is kezdeném a Pupának a zavarba ejtően nagy dobozával, mert hogy eléggé húba van itt most mellettem. Tőlük két csomag is érkezett. Az egyikben a Dotshop limitált kollekció termékei voltak. Ezekről írtam már a blogon, úgyhogy most nem fogok részletesen beszélni róluk, de volt benne körömlak, szemhéjpúder, akkor ilyen pirosító gyöngyök, rúzsok, szájfények, nagyon cuki kollekcióról van szó, de megnézhetitek róla a véleményemet a blogon. Illetve abban a csomagban volt még néhány pupas minkeset is, amiket őszintén szóval még nem próbáltam ki. Volt benne egy Duo Fiber alapozó ecset, egy ilyen kis visszahúzhatós vagy összecsukhatós rúzsecset, egy hatalmas púderecset, illetve egy lapos szemfestékeset. Néhány nappal ezelőtt pedig érkezett még egy csomag a Pupától, amiben egyrészt volt kettő darab pupa testápoló. Az egyik az egy bőrrugalmasító hidratáló folyadék, ami segít megőrizni a bőr természetes rugalmasságát és ellensúlyozza a bőr megereszkedését, tehát ez inkább egy feszesítő testápoló tulajdonképpen. A másik pedig egy bőrszárasság elleni hidratáló folyadék, ez erősíti a bőr természetes védőrétegét, illetve megőrzi és növeli annak természetes nedvességtartalmát, száraz bőre való testápoló, mindkettőnek ilyen pumpás kiszerelése van, de ezeket még nem próbáltam. Volt még a csomagban a Pupa Age Revolution termékcsaládból is néhány termék, az egyik az az elsimító és egységesítő krém az első ráncokra, arcra, illetve nyakra, elősegíti az első ráncok elsimítását, illetve a bőr felszínének megújulását. Volt még ugyanebből a termékcsaládból egy azonnali szépítő hidratáló krém arcra és nyakra. Ez tulajdonképpen smink alapként is lehet használni, hiszen csökkenti a bőrhibákat, illetve ragyogóvá és egységessé teszi a bőrfelszínt. Valamint volt még egy feszesítő ránszalanító krém szemkörnyékre és ajakra. Én igazából erre vagyok a leginkább kíváncsi, mert hogy ez a szemkörnyék, illetve az ajakkontúr körüli apró ráncokat próbálja enyhíteni. Ezt mindenféleképpen ki fogom egyébként próbálni. Volt még a csomagban egy Pupa Like a Doll pirosító is. Ez a 202-es árnyalat. Ezt már kipróbáltam, mert hogy egy gyönyörűséges, barack színű pirosító, ami egy enyhe fényt is ad a bőrnek. Szerintem erre a tavaszi-nyári időszakra egyszerűen tökéletes, én gyakorlatilag azonnal beleszerettem, van itt alatta egy ecset, illetve egy kis tükör is. És ugyanebben a csomagban volt még négy darab Pupa, Miss Pupa szájfény. Ugye van egy nude árnyalat, egy világos rózsaszín, egy élénkebb rózsaszín, illetve egy ilyen sötét rózsaszínes piros. Még csak ezt a természetesebb árnyalatot próbáltam ki. Ez egy ilyen kicsit nehezebb, ragacsosabb szájfény, viszont ennek köszönhetően tovább tart az ajkakon, mint egy átlagos szájfény, és nem csak fényt ad az ajkaknak, hanem színt is, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszik. A következő csomag szintén elég régen érkezett már, mert hogy ezt még nőnapra kaptam az Organiktól, de ez egy nagyon kedves, kis figyelmes ajándék volt. Kaptam hozzá egy kis levelet is, amivel leírják, hogy ez az Organiknak a Limitált Sweet Moments ajándékcsomagja, amiben egy tápláló seava és egy masszázsolaj is van, melyek az édes, lédús mangó illatát hagyják a bőröm. Így néz ki egyébként így egyben a csomagocska. Tehát van benne egy masszázsolaj, amit én igazából nem nagyon szoktam használni, úgyhogy ennek még nem tudom, hogy mi lesz a sorsa. Ez a seavajas testápoló balzsam, és ennek egyszerűen isteni finom illata van, és nem tudom, hogy minek az illatára emlékeztet, de tudom, hogy volt valami
testápolón, vagy nem is tudom micsoda, aminek szinte egy-egyben ugyanilyen finom, édes, gyümölcsös illata volt, úgyhogy ezt biztos, hogy ki fogom próbálni, mindenféle értékes olajak vannak benne, úgy mint avokádó, szójabab, méhviasz, illetve szőlőmagolaj és E-vitamint is tartalmaz, úgyhogy ez valószínűleg egy elég jó testápoló termék. A következő doboz az a kedvenc krémem webáruháztól érkezett, és ebben három termék lapult, szintén kaptam hozzá egy nagyon kedves kis levelet. Az egyik az az AA Oil Infusion micellás szem és arcfesték lemosó gél. Láthatjátok, hogy ennek ilyen nagyon érdekes állaga van, mert folyékony, de mégis valahogy géles. Ezt még nem próbáltam ki, de mindenféleképpen tesztelni fogom, ugyanis ez allergén, parabén, mesterséges színezőanyag és alkoholmentes, bőrfiatalító avokádó és babasszóolajat tartalmaz, eltávolítja a szennyeződéseket és az elhalt hámsejteket, és visszaállítja a bőr puhaságát és simaságát is. Ez engem nagyon-nagyon érdekel, mert hát nagyon szeretem az ilyen micellás ízeket, ezt tudjátok rólam. És hát azt írják, hogy ez egy könnyű formula, ami érzékeny bőrre is jó, úgyhogy van egy olyan érzésem, hogy ezt nekem találták ki, úgyhogy nagyon remélem, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeimet. Kaptam még ezen kívül kettő Makeup Studio Professional matt ajakrúst is. Az egyik az az XOXO Red árnyalat, a másik pedig a Poetic Pink. A rózsaszínes az a Poetic Pink, a másik pedig az XOXO Red. Gyönyörű színek, és ezek tényleg matt finisű ajakrúzsok. Nagyon pigmentáltak, ez gyakorlatilag itt egy húzás a kezeimen. Én ezt már többször is elmondtam, hogy igazából nem vagyok túl nagy matt ajakrúzs rajongó, de mostanában több olyan termékkel is találkoztam, amik kifejezetten tetszettek nekem, és biztos, hogy ezeket is ki fogom próbálni, mert szerintem gyönyörűek ezek a színek. A következő hatalmas csomag az a Dove-tól érkezett. Ebben is volt több újdonság is, többek között a Dove Advanced Hair Series Regenerate Nourishment hajápoló család, ami áll egy samponból, egy balzsamból, illetve egy hajápoló szérumból. Ezeket kifejezetten károsodott hajra fejlesztették ki, tehát akik ugye festik a hajukat, vagy rendszeresen vasalják, göndörítik, hát tudjátok, ezek a dolgok, amiket szerintem szinte mindannyian csinálunk a hajunkkal, és hát ez nem tesz túl jót nekik. Erről nem akarok túlzottan sokat beszélni most, annyit mondanék el róla, hogy nagyon-nagyon szeretem ezt a termékcsaládot, mert tényleg nagyon jót tesz a hajamnak, és gyönyörű lesz tőle, de szerintem mire ez a videó fent lesz, addigra a blogon lesz róla egy bejegyzés, úgyhogy beteszem azt is a videó leírásába, és inkább olvassátok el azt, mert ott részletesen beszélek mindenről. Ja, és ehhez kaptam még egy eredeti Tangle teasert is, aminek nagyon örültem, én ugyanis ezt még nem próbáltam, és hát ugye mindenki jódákat zeng róla. Jött még a Dove-tól két dermaspa termék is, ez a Youthful Vitality termékcsaládból egy kézkrém, illetve egy testápoló. Szérumot tartalmaznak a fiatalos hatású, illetve rugalmas bőrét. A kézkrémet már próbáltam, és írtam is róla a blogon egy ilyen kézkrémes összefoglalóban, és szerintem nagyon kellemes kis kézkrém. Ezt a testápolót még nem próbáltam ki, de szerintem kifogom. Ezeket inkább ilyen érett bőrre fejlesztették ki. Tudjátok, amikor a bőr már kezd veszíteni a rugalmasságából, ezek segítenek ezt visszahozni, vagy egy kicsit helyreállítani. És még két termék a Dove-tól, az egyik az a Powder Soft 48 órás dezodor, a másik pedig a Dove Purely Pampering Nutrium Moisture krémtus fürdő, ez a Sweet Cream with Peony verzió. Na most én a Dove krémtus fürdőit imádom, szerintem nem nagyon volt még olyan, amit ne szerettem volna, szinte minden hónapban azért egy ilyen Dove-tus fürdő becsúszik a kosaramban, és egyszerűen imádom őket. A Dove dezodorokat pedig szintén nagyon szeretem, én inkább ezeket a fújós vagy a stiftes verziókat preferálom, és szerintem kellemes az illatuk, ennek ilyen púderes illata van, hatékonyan védenek az izzadás ellen, hát mi kell több egy dezodornál. A következő termékeket egy számomra viszonylag új vagy ismeretlen márkától kaptam, ez pedig az Artistry, ami az NV-nek a kozmetikai vonala tulajdonképpen, és kaptam tőlük egy ilyen Hydra V maszkot, pontosabban ebben a dobozban 5 maszk van. Tudjátok, ez ilyen fátyolmaszk, ami át van itatva különböző hidratáló, illetve regeneráló hatóanyagokkal. Én egyet már kipróbáltam belőle, ha jól emlékszem, akkor ilyen 10-15 percig kell az arcon hagyni, és ugye a bőr beszívja a maszkban található mindenféle hatóanyagokat, és nagyon-nagyon puha lett utána a bőröm. Mert tudjátok, olyan jó érzés, hogy feküdni az ágyon egy maszkkal az arcon, ami kicsit hűsít, utána olyan szép feszes, hidratált és rugalmas lesz a bőr, úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen kis
kényeztető rituálikat. És ugyanettől a márkától kaptam még három sminkterméket is. Az egyik az az Artistry Exact Fit hosszantartó alapozó, amit hát sajnos nem tudtam kipróbálni, mert hogy nagyon sötét és narancssárgás nekem ez az árnyalat, úgyhogy ezt biztos, hogy nem fogom tudni használni. Viszont jött még tőlük két másik sminktermék is, amiket nagyon-nagyon szeretek. Az egyik az az Artistry Signature Color 4-es szemhéjpúder paletta. Vásolítókban van benne, ilyen aranyszínű csomagolás van, ami egyébként úgy ránézésre nagyon kis elegánsnak tűnik, de nem tudom, valahogy így fogásra meg érzésre nekem kicsit olyan olcsónak hat. Viszont a benne lévő szemhéjpúderek szerintem gyönyörűek. Ez egy ilyen kis lilás színösszeállítású paletta, és ezzel csináltam ma a sminkemet. Nem azt mondom, hogy hű, de hiper-szuper pigmentáltak a benne lévő festékek, de szerintem egy nagyon kis kellemes sminket hoztam össze vele. Van benne egy ilyen világos rózsaszín, amit én a belső szemzugban használtam. Aztán van egy ilyen lilás, tópos szín, amiket én egyszerűen imádok. Nem tudom, valahogy rá vagyok kattam ezekre a színekre. A középső az egy aranyfényű lila, ami egy nagyon különleges árnyalat, az egyik Sigma palettámban van egyébként egy hasonló szín, és még nem nagyon találkoztam máshol ilyen szép árnyalata. A legsötétebb az pedig egy matt, sötét lila. Szerintem nagyon szép kis sminket sikerült vele csinálnom, nekem legalábbis nagyon tetszik, úgyhogy ezt még biztosan használni fogom. A másik pedig, ami szintén nagyon tetszett, és szintén használtam a mai sminkemhez, az az Artistry Signature Color hosszantartó szemceruza a Plumberry árnyalatban, és ez egy ilyen lilás, barnás szín, nekem baromira tetszik, nem nagyon volt még szerintem ilyen szemceruzám, aminek ilyen árnyalata lenne, ilyen lilás-barna. Eléggé krémes, nagyon pigmentált és nagyon jól siklik a bőrön, és a másik felén van egy ilyen kis szivacsos applikátor. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon bejött ez a szemceruza, úgyhogy nagyon örülök, hogy kipróbálhattam. De ha már egy sminketnél tartottunk, akkor jöjjön még néhány smink újdonság. Az Art Deco-tól is érkezett néhány dolog. Egyrészt ez az Art Deco Perfect Matte Lipstick a 184-es Rosewood árnyalat. Ez van egyébként most az ajkaimon is, láthatjátok, hogy ez egy ilyen rózsaszínes, májvás, nagyon szép kis szín. Bocsánat, hogy kicsit ilyen bénát szvacsoltam, de a számon úgy is láthatjátok. Nekem baromira tetszik a színe, én imádom az ilyen típusú rúzsokat. Ez egy mat ajakrúzs, de nagyon kényelmes viselet az ajkakon, mert egyáltalán nem szárít. Nagyon szép színe van, intenzív a színe. Biztos, hogy hordani fogom, mert ez már most nagy kedvenc lett. Van itt még két másik Art Deco termék, az egyik az a High Performance Eyeshadow Stilo az 56-os árnyalatban, ami tulajdonképpen egy ilyen szemfesték stíl. Ez egy ilyen sötét királykék árnyalat, ezt ugye használhatjátok akár szemceruzaként is, van a kupakban egy ilyen beépített hegyező, illetve akár az egész szemére is ilyen krémes szemfestékként. Nagyon könnyen siklik a bőrön és nagyon szépen pigmentált. A másik pedig az Art Deco Invisible Lip Styler, ami egy láthatatlan ajakkontúr ceruza. Nem is húzok belőle szvacsot, mert tényleg nincsen gyakorlatilag színe, ilyen halvány rózsaszín kis ceruza, és ez ugye arra szolgál, hogy egyrészt optikailag csalhattok vele az ajkak körvonalán. Mondjuk, hogyha nincsen ugyanolyan színű ajakpontú ceruzátok, mint amilyen a rúzsotok lesz, akkor használhatjátok ezt a láthatatlan verziót. Ugye vannak olyan rúzsok, amik sajnos hajlamosak kifutni így az ajakvonalán kívülre. Egy ilyen kis átlátszó ajakkontúr ceruzával ezt megelőzhetitek. A Revlontól is érkezett néhány smink tesztelése. Ezek között van pár olyan dolog, ami már egyáltalán nem újdonság, de én még nem próbáltam őket. Úgyhogy nagyon örülök, hogy például kipróbálhattam a Revlon Color Stay alapozót, illetve korrektort, és hát azt kell mondanom, hogy ez az alapozó most az alapozó nálam, tehát a kedvenc, a minden. Csak ezt akarom használni. Ez a 220 Natural Beige árnyalat, és azt írják, hogy ez kombinált és olajos bőrre való, de én használtam akkor is, amikor még kicsit szárazabb volt a bőröm, és egyáltalán nem emelte ki a száraz részeket. Gyönyörűen beleolvad, ráolvad az arcbőrre, nagyon természetes a hatás, de mégis nagyon jó a fedése, úgyhogy én tényleg csak szuperlatívuszokban tudok beszélni erről az alapozóról. Egyébként 15-ös fényvédőt is tartalmaz, az egyetlen hátránya, hogy ez egy ilyen
kiöntős alapozó, viszont hogyha minden igaz, akkor hamarosan most már megjelenik a boltokban ennek a pumpás verziója is, ami mindenféleképpen egy áldás. Én egyébként úgy szoktam adagolni, hogy fültisztító pálcikával szedek ki a készfejemre. A másik pedig a hozzátartozó korrektor, amit én a szem alatti területen szoktam használni, mert ez egy krémes korrektor, jól fed, világosít is, nekem nem ült bele a ráncokba, ez egyébként a 02-es Light Bay árnyalat. Jött még egy pirosító is, egy Revlon pirosító, ez a 003 Marvelous árnyalat. Kicsit talán így sötétnek tűnhet, nem feltétlenül az a tipikus tavaszi, nyári pirosító, de nekem most ez van egyébként az arcomon, és hogyha az ember óvatosan bánik vele, és nem visz fel túl sokat, akkor nagyon üde, nagyon kellemes kis arcpirt kapunk. Van itt még egy Revlon Ultra HD rúzs is, a 845-ös Peony, vagy HD Peony árnyalatban, ami hát egy igazi tavaszi szín. Azt hiszem erre szokták mondani, hogy Barbie pink, vagy rágógumi pink. Én megmondom őszintén, hogy annyira nem kedvelem az ilyen árnyalatokat, mert szerintem nekem ezek annyira nem állnak jól, úgyhogy valószínűleg ezt én nem fogom használni. Jött még két Revlon Colorstay Gel Envy lak is, pontosabban az egyik az ugye maga a színes lak, ez a 130-as Pocket Aces árnyalat, illetve hozzá egy fedőlak is. Hogyha jól emlékszem, én teszteltem már ezt a körömlak családot a blogomon, hogyha igen, akkor teszek hozzá linket a videó alatti leírásba. És még egy Revlon szempilla spirál, ez a Dramatic Definition spirál. Ennek szilikon keféje van, és az az igazság, hogy ez egy picit szúrós kefé, úgyhogy vigyázni kell vele, mert hogyha az ember nagyon közel viszi a vízvonalához, akkor viszont böghet. Rajtam egyébként most ez van, és nagyon szépen szétválasztja, szétteríti a pillákat, nem tapasztja őket össze egyáltalán, nem maszatolódik, kicsit talán hosszabbít meg ível is, bár én azt annyira talán nem vettem észre, de nagyon szép szempillákat csinál. Természetesen brutálisan kisütött a nap, de ha már a napról van szó, akkor érkezett az Eucerintől egy Eucerin Sun színezett napozó krém, ebben 50-es fényvédő van, és azt írják, hogy minden bőrtípusra, akár érzékenyre is lehet használni, mivel ugye ez egy színezett termék, így ugye kicsit egységesíti is az arcot. Én ezt olyan helyzetekben tudom igazából elképzelni, amikor mondjuk az ember megy kirándulni, vagy esetleg strandra, de igazából nem akar sminket felvinni, viszont jó lenne valami, ami azért kicsit úgy szebbé teszi a bőrét, már kipróbáltam, és egy egészen jó kis arcápolóról van szó, ugye jó, mert van benne 50-es fényvédő, amit én nagyon fontosnak tartok, illetve tényleg egy kicsi fedése is van, nyilván nem egy alapozó fedés, de egyébként abszolút nem rossz. Kaptam egy csomagot a Biobazártól is, amiben volt egyrészt két női dezodor, ezek golyós dezodorok, az egyik az a Purple Freshness, levendula és bergamot illattal, a másik pedig a Spring Flowers, a rózsafa és gerányom illattal. Én annyira nem vagyok rajongója az ilyen golyós dezodoroknak, mert valahogy nem tudom elviselni azt a nedves érzést, amit hagynak a hónajban maguk után, viszont ezek 99%-ban természetes eredetű összetevőket tartalmaznak, friss, növényes vagy természetes illatuk van, inkább talán ez jobban hangzik. Ezek a dezodorok nem tartalmaznak alkoholt, alumínium klorihidrátot, parabéneket, tartósítószereket, parfümöt és színezéket, szóval tényleg ilyen mindenmentes dezodorok. Ha jól emlékszem, akkor a DM-ben találjátok meg a Biobaza termékeket, vagy lehet, hogy máshol is, de én a DM-ben biztosan láttam őket. És volt a csomagban két férfiaknak való termék is, szintén az egyik egy golyós dezodor, ez a Power Up citrom és bergamot illatú, a másik pedig egy Biobaza Men Black Energy tusfürdő, 2-1-ben tusfürdő aktív faszínnel, B5 vitaminnal és pacsuli összetevőkkel. A golyós dezodorokkal a férjem ugyanúgy van, mint én, nem igazán használja őket, illetve neki ennek a tusfürdőnek valahogy túl intenzív illata van, ő jobban szereti az ilyen semleges illatú tusfürdőket, például baba tusfürdőt használ, mert az ilyen Axe, meg Old Spice, meg hasonló ultrapasis illatú tusfürdőket, meg dezodorokat nem bírja elviselni, úgyhogy szerintem ezeket majd oda ajándékozom valakinek. A Yamunától is kaptam egy szuper kis csomagot tesztelésre, ez a Sensitive
termékcsaládnak három terméke. Egyrészt a kézkrém, amiről már írtam nektek a blogon, úgyhogy ezt be fogom linkelni. Ez tökéletes azoknak, akiknek nagyon érzékeny a bőre, ugyanis a szenzitív hidratáló termékcsalád termékei parabén, parafén, színezék és illatmentesek. Aztán van itt egy testápoló is, amit még nem próbáltam, viszont nagyon tetszik, hogy pumpás a kiszerelése. Szerintem Lilinek is jó lesz, hogyha úgy alakul, hogy valami miatt testápolót kellene használnom nála, szóval ez nem csak nekem, hanem akár neki is tök jó lesz. Illetve itt van még a szenzitív hidratáló arckrém is, amiben kollagén található, és ezt már használom néhány hete, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon meg vagyok elégedve ezzel az arckrémmel, mert hogy egy nagyon könnyű, de mégis nagyon jól hidratáló krém, nagyon puha lesz utána a bőröm, egyáltalán nem irritál, a száraz részeket megfelelően hidratálja, de az arcomnak a T-zónáját nem zsírosítja, úgyhogy én tényleg csak csupa jó dolgot tudok mondani erről a termékcsaládról, illetve kifejezetten erről az arckrémről. Egyébként láthatjátok, hogy ilyen fekete-fehér doboza van, amit akár ki is lehet színezni, bár őszintén szólva nekem így fekete-fehéren is nagyon tetszik. Aztán jött még a Vitalcare-től három darab hajápoló, az egyik az egy sampon, egy balzsam, illetve ez pedig egy újra struktúráló balzsam spray. Ezekről a Vitalcare biotermékekről azt kell tudni, hogy SLS, SLES, PLG, színezőanyag, szilikon, parabén és vazelinmentesek. Fejlesztésük során elsődleges szempont volt, hogy a hajat a gyökerektől egészen a hajvégekig hidratálják és regenerálják. Agresszív, habzást erősegítő adalékanyagok nélkül is tökéletesen tisztítanak, erősítenek és csillogást is adnak. Végeredmény erősebb, egészségesebb és ragyogó frizura. Ezeket még nem próbáltam. Picit egyébként szkeptikus vagyok az ilyen mentes hajápoló termékekkel kapcsolatban, mert egy párszor már befűröttem velük, de tudom, hogy jobb lenne azért ilyen termékeket használni, de hát meglátom, hogy ezekkel majd hogyan boldogulok. Kaptam tesztelésre a The Body Shop-tól egy Drops of Light világosító arcszérumot, aminek hát elsődlegesen a csomagolása az, ami így megfogott engem, mert hát tényleg gyönyörű, nagyon letisztult. Segít abban, hogy az ilyen különböző pigmentfoltok, májfoltok, esetleg ilyen pirosságok, régi, nem tudom, hegek halványabbak legyenek és kevésbé látszódjanak. Én ezt most már használom néhány hete, pipettás csepegtetője van, és gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen vízszerű folyadék, tehát nem olajos vagy nem zsíros egyáltalán. Nagyon puha és rugalmas utána a bőröm, de az az igazság, hogy ezt a bőrvilágosító hatást én még egyelőre nem tapasztalom. Nekem itt a szám fölött van egy ilyen barna pigmentfolt, ami még a várandóság alatt alakult ki, és nagyon megörültem ennek a terméknek, mert bíztam benne, hogy ez majd segít, hogy ez elhalványuljon, de egyelőre ezt még nem igazán tapasztalom, viszont használni fogom továbbra is, aztán meglátjuk, hogy hogy alakul a dolog. És most már tényleg a finishben vagyunk, mert már csak néhány L'Oréal újdonság van hátra. Kaptam egyrészt egy L'Oréal Paris Excellence krém hajfestéket, ez a 7.1-es hambas szőke árnyalat, ami egyébként nekem nagyon tetszik, de hát valószínűleg ezt nem fogom használni, mert hogyha ráfesteném erre a vöröses barna hajamra, akkor szerintem egészen furcsa színt kapnék. Most megújult ez az Excellence hajfesték, természetes árnyalatai teljes őszhajfedés mellett hármas védelmet biztosítanak a haj számára, mély helyreállítás, újjáépítés és megerősítés, valamint látság és védelem. Jött még egy L'Oréal Paris Elsef Total Repair Express balzsam, segít csökkenteni a hajvégek töredezettségét és könnyebb kifésülést biztosít. Hát én ennek biztos, hogy nagy hasznát fogom venni. Károsodott hajra ajánlják, ugye ezt nem kell kiöblíteni. Ez ilyen kétfázisú gondolom, tehát ha jól sejtem, akkor össze kell rázni. Igen, használat előtt jól rázza fel, lehet nedves és száraz hajon is használni. Én nagyon szeretem egyébként ezeket az ilyen kifésülő balzsamokat, meg tudjátok, amiket így nem kell kiöblíteni, úgyhogy én rendszeresen használok ilyeneket. Jött még két L'Oréal Paris Extraordinary Oil sminkeltávolító termék. Az egyik az egy 3:1-ben teljes sminklemosó gél, ami egyrészt használható mindennapos arctisztításra, sminklemosásra, illetve tápláló masszázsra is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a teljes géles állag. A másik pedig egy tápláló tej az olajban, ezt írják egészen pontosan. Az az igazság, hogy én ilyen sminklemosó tejeket nem nagyon használok, valamiért nem tudom, nem szeretem annyira ezeket. Úgyhogy szerintem ezt is tovább fogom ajándékozni, majd kisorsolom, majd meglátjuk. És van még itt két L'Oréal Paris mintermék is, az egyik az a Super Liner Perfect Slim
szemhéjtus. Precíz tusvonal egyetlen mozdulattal, 0,4 mm-es a hegye, és csúszásmentes csomagolásának köszönhetően ugye biztosan lehet fogni. Ez ugye egy ilyen filces tus, és láthatjátok, hogy tényleg nagyon vékony a hegye. Megnézzük, hogy hogy fog. Hát igen, szép intenzív fekete színe van, és valóban nagyon szép vékony vonalat lehet vele húzni. A másik pedig a L'Oréal Paris False Lash Wings Sculpt szempilla spirál. Belső sörték befestik a szempillák tövének vonalát és a kontúrozó hatásért, a külső sörték pedig intenzíven dusítják és hosszabbítják a szempillákat a drámai hatásért. Ennek nagyon-nagyon érdekes keféje van. Láthatjátok, hogy igazából csak az egyik felén vannak sörték, így helyezkednek el a sörték, két csíkban vannak gyakorlatilag, ez ilyen gumis kefe, és a két csík között nincs semmi. Tehát, hogy ott így nem nagyon vannak sörték. És a másik fele az pedig, ott nincs semmi. Én ezt már kipróbáltam, és még keresem, hogy ezt hogyan is kellene jól és megfelelően használni, mert nekem egyszerűen túl sok festéket vitt fel a szempilláimra, emiatt összetapasztotta őket. Nálam elmaradt még ez a wow hatás, pedig hát nagyon jókat mondanak róla. Nyilván, hogyha az ember leszedi róla a festéket, akkor valószínűleg úgy rendben lenne, de hát mindig az a pepecselgetni, hogy most itt leszedjem valamivel a felesleges festéket, hát nem tudom, én valahogy ennek annyira nem vagyok híve, szóval ezt még tesztelgetem és próbálgatom, aztán meglátjuk. Ennyi lett volna ez a maratoni Mi van a postaládámban újdonságok videó. Köszönöm, hogy velem tartottatok, mert ez most tényleg baromi hosszú lett, de szerettem volna minél több újdonságot megmutatni nektek. Hogyha ti már próbáltatok valamit ezek közül, akkor írjátok meg mindenféleképpen, illetve azt is, hogyha valamiről szeretnétek részletes tesztet. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok!